meghagyom a lehetőséget, hogy ti mondjátok ki elsőnként a zenekar nevét, mert az lesz a biztos. Menjen egyszerre vagy külön? Egy-két. Inferis. Hát, sziasztok! Beszéljünk egy picit a megalakulásotokról, általában azért nyilván innen szoktuk kezdeni, ugye 2022, miért döntöttetek úgy, vagy hogy jött egyáltalán ez a felállás, hogy most zenéltek? Hát figyelj, ez egy nagyon hosszú sztori, tehát ilyen szempontból lehet jó, hogy én jöttem. Egyébként, hát röviden szólva volt több formációnk is, ami úgy hát kisiklott, mondjam úgy. És igazából akkor ugye új tagokat kerestünk, ugye akkor került be Balázs a zenekarba, valamint dobosunk Bálint, és akkor zenélgettünk úgy, nem is tudom, hát egy jó fél évet körülbelül. Sasper kb. Igen, a lényeg az volt, hogy mentem egy ilyen meghallgatásra, és meg is írtuk a legelső dalunkat. Igen, első próbán. Tehát ilyen még azelőtt nem volt. Első próbán, első dal, azóta próbáltatok legalább 200-at, akkor már 200 dalotok van. Jó lenne. Ugye alternatív rock metal, gyakorlatilag így lehet meghatározni a ti stílusotokat. Melyik része az, ami inkább közelebb áll hozzátok? Hozzám inkább a metal állna közelebb, az a problémám, hogy nem tudok screamelni, úgyhogy ezért inkább ilyen kis, majd mindjárt meghallgatjátok, milyen típusú, keményebb rock és lágyabb metal zenét játszunk. Akkor te vagy az alternatív vonal? Hát egyébként igen, tehát a személyenként eltér, tehát nyilván vegyes stílust hallgatunk, senki nem ugyanaz, persze a közös maga az mindenkinek megvan, és abból próbáljuk összegyúrni, ami végül megszületik zenénk. Nyilván nem a mi tisztünk egyébként ezt így kategorizálni, azt szoktam mondani, de igazából tehát egy ilyen keményebb alternatív rock és lágyabb alternatív metálos elemekkel, ahogy Balázs is mondta, tehát ugye ilyen inkább dallamosabb része a metának. Na akkor kiveséztük, hogy mi a műfaj, most már a nézők is pontosan tudják, hogy mit lehet hallani tőletek. Beszéljünk a dalszövegekről, azok ugye hozzád kötődnek, te írod ezeket. Egész változatos ez is. Van-e esetleg kedvenc témaköröd mondjuk, amit szívesen feldolgozol? Nem kedvenc témaköröm van, hanem inkább úgy fogalmaznék, hogy olyan témakör, amit próbálok elengedni, de nem nagyon sikerül. Ez a haláltól való félelem, és hogy vajon mi vár ránk az oda át. Hát a dalainkban próbálom ezt elengedni, kisebb-nagyobb sikerrel. Egyébként főleg olyan dolgokról szeretek írni, próbálok írni, amik ugye foglalkoztatnak, és ami bántja a kis lelkemet. Akkor a zene az, mint oly sokaknál nálad is egy terápia, egy önkifejezés, egy megvalósítás? Hát fogalmazhatunk így, igen. Szinte gyerekkora óta zenél mindenki a csapatban. A közösségi oldalatokon láttunk egy pár nagyon klassz kis humoros videót, amit összeállítottatok, különböző kérdésekre adtatok választ, de aki mondjuk ezeket nem látta, akkor mondjuk el, hogy mióta zenéltek ti. Hát csak kettőnket, vagy egyébként a többieket is? Be lehet mutatni egyébként a többieket is, hisz velük együtt teljes zenekar. Szerintem, aki közülünk legesleg korábban kezdett zenélni, az a dobosunk Bálint. Nem? Egészen kis kora óta. Szerintem én kezdtem el hamarabb zenélni. Nem tudom pontosan. De igen, Bálint is ott van a tehát topon. Viszonylag fiatalon amúgy tényleg, igen. Nem is tudom, hány évesen kezdted? Bálint, vagy én? Mind a kettőtök. Ja. Hát én egyébként énekelni körülbelül 3 évesen kezdtem, amikor egy motoros találkozón felszaladtam a színpadra, és Deák Bill Gyula bácsi után elkezdtem énekelni a Rossz vért. Erről csak legendák vannak, én már nem emlékszem rá, de van róla kép is, képi bizonyíték. De egyébként gitározni kezdtem el nagyjából 6. koromban, és azóta zenélek aktívan. Ugye most is egy tehetségkutatón ülünk itt, és beszélgetünk, és nem ez az első tehetségkutató, amint elindultatok. Korábban milyen visszajelzéseket kaptatok a szakértő zsűriktől? Az, hogy jó lesz ez, csak még vannak dolgok, amikben fejlődni kell. Azóta megpróbáltunk abban fejlődni, és hát most kíváncsian várjuk, hogy egy újfajta zsűri mit gondol erről. Konkrétan mi volt ez a fejlődési irány, amit javasoltak nektek? Egyébként, amit leginkább javasoltak, és azóta azon dolgozunk, az a közönséggel való interaktálás. Tehát, hogy úgy színpadon ne csak magunknak legyünk el, hanem akkor próbáljunk meg kifele is játszani úgy a közönségnek. És azóta ezt gyúrjuk, tehát hogy próbáról próbára. Illetve a vokálok. Ezt azóta tudtátok tesztelni élesben, hogy valóban működik-e a közönséghez kifelé zenélés? Persze. Nekem szerencsére előtte is működött, a srácokat pedig instruktáltam, hogy kéne jobban.
kifelé zenélni. Igen, tehát azt kell mondjam, hogy én szerintem tényleg jó frontemberünk van ilyen téren, tehát Balázs az felrobbantja a színpadot. Mi meg azóta gyújtjuk, tehát mondjuk én is szoktam otthon gyakorolni a vokálozást is, hogy minél jobb legyen, meg hogy jobban merjek, mert ugye eleinte volt, hogy azt mondtam, hogy vokálozok, és akkor mikor úgy felálltunk, nem vagyok egy izgulós típus, de mivel is jó énekhangom, így azt mondtam, hogy nem, mégsem fogok vokálozni, és akkor csak nem mertem, nehogy lehúzzam a produkciót, de ezen próbálunk gyúrni. Meg egyébként jó énekhangja van, csak nem meri kiengedni. És közönség mit szólt, amikor már ezt a jó tanácsot beépítettétek, és elkezdtetek kifelé játszani? Tapsikoltak, újjongtak, szerintem élvezték. Hát akkor működött a dolog. És ugye nem olyan régen lett egy akusztikus verziója is a csapatnak. Így van. Na meséljetek, az miért született meg? Hát egyébként ez egy jó sztori. Gyorsan elmesélem akkor. Lehet jobban járunk, ha te mondod, igen. Hát az a lényeg, hogy mi nem szeretünk lemondani koncertet, viszont adódott egy olyan eset, hogy nem tudtunk, a dobosunk kiesett egy pár hétre, és nem tudtuk helyettesíteni így az utolsó pillanatokban, úgyhogy kitaláltuk, hogy jó, nem szabad lemondani a koncertet, úgyhogy akkor írjunk meg inkább egy teljesen nulláról egy akusztikus szettet egy hét alatt. Végül is sikerült. Igen, tehát utána ennek olyan siker adott, hogy utána jött azonnal a felkérés, hogy akkor következő héten ismétlés. Úgyhogy, igen. És nektek mennyire lopta be ez az akusztikus felállás a szívetekbe magát? Hát én úgy fogalmaznék, hogy eladhatóbb, de nyilván én hangoskodni születtem, nem halkoskodni. Igen, abszolút. Hogyha 10 évet előre tekintünk, akkor mit gondoltok, hol fog tartani a zenekar? Nagyon remélem, hogy sok ember lesz a koncertjeinken, akik szeretik a zenénket, akikhez sikerült már ez idő alatt eljutnunk, és nagyon remélem, hogy jó sok és kreatív albumunk lesz már addigra. Legalább 2. Hát azért mondjuk úgy egy budapesti barbaneglás koncert az jó lenne szerintem, tehát azért az egy rockzenekarnak mindig nagy vágya azt úgy megtölteni, de nem tudom így különösebben más. Játszanék a debreceni Főnix csarnokban is. Jó, mondjuk igen, az is jó jönne. Na, az nincs messze, úgyhogy akkor 10 év múlva a debreceni Főnixes koncert után dumálunk legközelebb. Jelentem. Yeah.
A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.